Édes fahéjas illat csábította az embereket a várraljai parkerdőbe, ugyanis ez a csodás terület adott otthont a már hagyománynak számító Kugló Fesztiválnak. Idén már 18. alkalommal rendezték meg a programot, ami egy egyszerű falunapból nőtte ki magát, országosan is ismert rendezvényé, mondja Szíbert Éva polgármester. A Kugló Fesztivált most már nagyon sok éve rendezi meg Várraja települése. Tudni kell róla, hogy az egész fesztivált a várrajai lakodalmas Kuglóf köré építettük fel, ugye, ami egy nagyon jellegzetes helyi lakodalmas Kuglóf. Ilyen Kuglóf más településen nincs. Van mindenféle más színes Kuglóf, mazsolás Kuglóf, de ez a konkrétan, ez a fajta Kuglóf, ez csak itt várrajai lakodalmakba lehetett enni. Gondoltuk, hogy nem én, hanem az előttem lévő polgármester, Filcinger Ágnes és Potápi Árpád Jánosnak is nagy szerepe volt abban, hogy kitalálták azt, hogy ezt a lakodalmas, várrajai lakodalmas Kuglófot ezt köré fel kéne építeni egy fesztivált. Volt a faluba akkor már Juniális néven futott, illetve Falunapfal, amikor régen, és akkor ők megálmodták, hogy akkor legyen várrajai Kuglóf fesztivál. Fesztivált reggel 8 órakor egy horgászversennyel kezdtük, illetve 9 órától zajlik a főzőverseny, amelynek az értékelése éppen most zajlik. Mivel 2 óra van, most indulnak éppen a színpadi műsorok, jelenleg a Fecske Báb együttesnek a műsora zajlik a színpadon. Könnyűzenei, vagyis hát tánccsoportok lesznek, néptánccsoportok, a zombaiakat fogjuk látni, első körben a Bonyhádi Völcség Néptánc együttes fog fellépni. Illetve 16 órakor lesz egy mulatos blokk, MC Haver és a Teknő fogja ide csábítani a közönséget, gondolom már elég népes számba részt fognak venni ezen a mulatos zenét, sok embert ide szokott csalogatni. Utána ismét néptánc együttesek fognak felépni, köztük a Szekszádi Bartina együttes, a Magyar Egregyiek fognak, illetve a Zombai Roma Tánc együttes fog műsort adni nekünk. A fő attrakciót a lakodalmas Kuglóf tésztáját gyúrják az asszonyok, de bárki csatlakozhatott és kipróbálhatta a dagasztást. A sütemény története egészen régi időkre vezethető vissza, amikor 3-400 fős lakodalmak voltak a faluban. Ilyen alkalmakkor legalább 200 kuglófot készítettek. Valamikor régen beszivárogtak Várrajára a bánya miatt német lakosok, és ugye azok, mikor megházasodtak, akkor hát hozták a feleségüket, a feleségük hozta magával a cserép kuglófsütőt, és a későbbi időkben a bányamunka során kialakult barátságok és komassági viszonyok létrehozták azt a körülményt, hogy a cserép kuglófsütőbe a kalács tésztát már nem kalácsformába, hosszúkásba rakták be ugye a tepsibe, hanem gyönyörűen megformázták, és tényleg, mint egy ünnepi ételt, kuglóf sütő formába föltekerve, megcsavarva helyezték el. A tölteléke is megváltozott, ebbe a formában már nem diós és mákos kalácsot sütöttek, hanem fahéjas cukrot kevertek, amit egy nagyon kevés kakaóval megszíneztek. Erre a tészta alapra még mazsolát szórtak, amit ugye előzőleg tejbe, vagy rumos vizes állapotba megáztattak és kinyomkodtak. Ma ugyanígy készítjük ezt a finomságot, úgyhogy most éppen a tésztának a dagasztása történik, ami elég hosszadalmas időt vesz igénybe, és utána, mikor a tészta egy jó óra hosszát megpihent, akkor fogunk vele újra foglalkozni, akkor történik majd a szakítás. Mai esetben a tegnapihoz hasonlóan 54 kuglófot fogunk elkészíteni. Amikor a tésztánkat elkészítettük, akkor kipihentettük, utána lesz egyesével kimérve, 70 dekát számítunk egy kuglófra, és amikor a tészta megkelt, akkor ki lesz nyújtva, és meg lesz töltve a töltelékkel. És akkor utána lesz felcsavarva, mint a kalács, utána következik a tekerés, illetőleg a következő csavarás, aztán a kizsidozott kuglófsütő formába ismételten pihentetni fogjuk a tésztát. És amikor a kuglófsütő tele lesz tésztával, na akkor megy a pékségbe a tészta, és akkor készül el az a
az utolérhetetlen lakodalmas Kuglóf, ami a régi tradíciót mutatja, hogy ugye a németek által Várajára behozott sütőformába, ezzel a fahéjas töltelékkel megbolondítva, ez a lakodalmakba a két népcsoportnak az összetartozását és egyre inkább való összetartozását is szimbolizálja. Tehát ezért erre most már közel 20 éve, hogy Kuglófesztivált alakítottunk, vagy alapítottunk, és ezt azóta is csináljuk, úgyhogy tegnap is csináltuk, és ma is.